Sziasztok! A Tesz vagyok. Találjátok ki, onnan jelentkezem. A Görög Rivéráról, Párgáról. Kicsit be van duramba a torkom a nektarintól. Drága kedvesemmel, Zsuzsu babával érkeztünk ide, mesés helyre. Hát a videó szerintem magáért beszél. Pazar Görög Rivéra, Párga, Nyugat-Görögország, Jon-tenger, elég sós, velencei és török várak, jaktok, elképesztő strandoló nyaraló tömeg, mi se kell lenni több tökéletes görögországi nyaraláshoz. Ugye Zsuzsu baba? Zsuzsu baba hogy érzi magát? Elhiszed, hogy itt vagyunk, baba? Na jó, van, még jelentkezem érdekességekre, ha érdekességet látunk. Cupi, cup.
lesz a Deák téres. Lesbos is a quite spectacular island because although it's not an island, most of its roads, most at least, are not coastal roads, but they are roads that you take hát, baba, ennyi aktot Monakóban nem látni. Aha. You actually drive all the time up and down hills and mountains. Ennyi jakt, baba. But it is an island that has very, very beautiful ez olyan, places mint Monaco, baba. As you probably know, and especially today, we will probably visit Görög Monaco, baba, gyerekek. It really, really depends on the weather, so it's up on the captain's judgment, always considering our safety. És milyen régi erőd, baba. But every beach in Lefkas has cliffs and the beach. Most megyünk át Lefkasba, kikötőbe. Aha. Busszal mentünk idáig, most egy ilyen felejtetett lehajó út fog következni, több szigetet is be fogunk hajózni, hajóról fogunk ugrálni a vízbe. Engem legfőbb két Ithaca, Odysseusnak a szigete, valamint Porto Caciki. Ha jól mondom, azt fog érdekelni, ma az hihetetlen gyönyörű része Görögországnak. Nem sokára indulunk, 10-kor indul a hajó. Felejtetetlen hajóút élmény lesz, remélem, nem fogok gyokálni a hajón, nem leszek tengeri beteg, és mindjárt folytatjuk. Köszönöm,
love some very nice boy and fisherman for fun, but he don't love here, not as a foot up down to the rocks. And also for the nails to the skin. And this white building, one of the biggest lighthouse all to the Ionian Sea, because from here pass the big ferry from Italy to Greece. The height of this lighthouse, 25 meters. Érzi magát a Zsuzsu baba ezen az úton. Néznek át téged. Plaža Gremni doživjela je onaj zemljotres pre 3 godine i urušile su se one stepenice koje su vodile od one magistrale pa sve do same plaže, tako da sad dolazak na prelepu plažu Gremni je vezan samo sa brodom. Mi ćemo doći na samu plažu, dobit ćete vreme koliko tamo ostajemo, ali zamolit ću vas samo da se ne... Thank you.
Mert... Nem volt az is milyen szép. Baba videózok. Kis baba. Videózok, baba. Hát ez tipikus görög kék itt a tenger, baba. Az. Υπόλοιπα, χωρίσαμε από την παραγγελία των εκδοτών. Πηγαίνουμε τώρα για την Πορτογαλία και θα έχουμε τη στάση μα στην Άγκυρα το οποίο υπάρχει νοόμενο για να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Και επειδή έχει κάνει το πανάκι του από την πρίμη του πλοίου, την πλατφόρμα. Σε 10 λεπτά και θα είμαστε εκεί. Και τη δεύτερη φορά που είναι ο του Πορτογαλία, επειδή έχουν τερμίδε, the boat stop to the anchor, the black was in the only from the boat, from the bachelor room, from πλατφόρμα. Csak a hajóról lehet lemenni. Ja, és akkor le kell? Csak a hajóról. Csak az alsó szintre. Emlékszem, hogy mutattam otthon fotókat? Ott mentünk fel a létre. Ott készültek. Benne nem. 18 éve volt, amit ott a felmenő lépcső közepén állok körülbelül, és ott fotóztak le. Ez a leghíresebb strandok egyike Görögbe. Το παράκι μας είναι ανοιχτό, όποιος θέλει μπορεί να πάει στο παράκι, προσφέρουμε για το φαγητό, ό,τι προσφέρει σουβλάκια, ζυγενάκες και ό,τι άλλο προσφέρει το παράκι μας, οικονομικότατα για να έχει το χρόνο σας πιο πολύ ελεύθερο στην Κεφαλονιά. Λέει και ένα, την πάρει τσόπινγκ, φύγω να το πάει σαν δύο τρίτ, ενώ σου τρίτ. Very cheap, που θα είναι more free time στην Κεφαλονιά. Vigyázz, baba! Kérlek! Szeretnéd, akkor igen. Mi? Ha akarod, akkor igen.
Fales na ostrvo Itaka. Sa prednje strane će biti otvoren most, znači zamolit ću vas da možete da siđete polako do same plaže, kao na Gremniju sa prednje strane broda. A kapetan vas moli, pošto je mala plaža, kažem, bit ćemo ovde sami, da samo ponesete sa vama po jedan, znači peške, da ne bismo ovaj previše raznosili stvari, znači na samu plažu. Ovde ostajemo. Otesz vagyok ismét. Bejelentkezem most a napfényes Itakáról. Itakáról ugye azt kell tudni, hogy Odysseusnak a szigete. Odysseus szerintem, Dásakán mutatom, a nagy görög kalandor, aki rengeteg görög szigetet utazott át, és rengeteg kalandokba keveredett. Odysseus szerintem Dásakán mutatom nektek. Hát így délután fele már rendkívül meleg van, rendkívül lekapott a nap. 50 fokos, 50 faktoros nap teljesen segít már rajtam, mert egyszerűen már totál napbarnított vagyok, mint hogyha nem is tudom, hogy napot állattam volna a Szoliba, vagy mintha már egy hete itt lennék Görögországba. Csodás hely, napfény, hideg sós víz, kell lennél több. Csodás pazar élmények. Eftanisos hajó visz minket ide-oda a szigetekre keresztül kassul, mint ahogy anno Odysseus is járta a szigeteket. Pazar hely, sziklás, sziklák mindenütt. Sziklák mögöttem, tenger előttem. Milyen jó partok vannak itt. Majd irány a beach. Nešto je za vreme drugog svjetskog rata od 1940. do 1942. Kapetan Jatridis sa svojom takozvanom pokojnicom Papa Nikolis odavde izvodio je dejstvo i uništio dosta italijanskih i nemačkih brodova. Sve do kraja 1942. kad ga je locirala nažalost nemačka pokojnica i nažalost duga je i uništila. Osim ovog istorijskog značaja, ovo je jedna od četiri najvećih pećina u Grčkoj i to posle Kefalonije i Peloponeza. Posle 1953. godine, kao što smo pričali, posle onog velikog zemljotresa koji je pogodio sva Avanjonska ostrva, takođe i ova naša pećina koju ćemo posetiti ubrzo se urušila i današnje dimenzije pećine su sledeće. Dubina same pećine je negde oko 70 metara, širina je nekih 50 metara, visina nekim delovima je čak ide do 40 metara, a dubina vode je od 10 do 15 metara. Thank you.
with the bus to Parga, Amudia, Canali, Vrachos. We will meet at the statue of Aristoteles Onassis. Thank you.
színbe illő tengerpart. Színbe illő kikötő. Igazi vérbeli görög laguna. Amit németek is jaktal. Hihetetlen hidegről van, folyóról van szó. Hihetetlen hideg folyóról van szó. Igen. Mert azt látom, hogy... másmilyen a víz. Igen. Igaz? Aha. Tényleg érdekes.
ez a hely, nekem ez túl szabályos. Túl szabályos gúla. Természet ilyen tökéletes formát nem csinál. Ez alatt lehet, hogy egy piramis van. Aha. A nézd, alatta meg egy borlang. Hát... Több mint nekem, több mint furcsa ez a hegy. Te neked is érdekes az a hegy? Ezeket a illatokat, amik itt vannak, ezt nem lehet visszaadni a kamerán. Valaki lekapcsolta a lámpát. Ez valami állat. Most tényleg. Vagyok megint, innen jelentkezem Lyknos Beachről, hát fenséges, parádés tengerpart ez. Szerintem még a párgai beacheket is üti. Fenséges paradicsomi, amit én hasonló tavaly láttam Skiathosnál. Ezek a videókockák magukért beszélnek. Nem is kell beszélnem erről. Itt van egy kemping. Zsuzsuval éppen most nézünk olyan helyet. Kemping előtt itt valószínű tábort verünk. Zsuzsika kicsit ki volt az úttól. Én? Dehogy is voltam. Csak pisírom kellett. Szerencsére nem voltunk tengeri betegek, nem kajáltunk előtte. Valahol itt a kempingnél letáborozunk, az kezdődhet a pancsi. Ki? A hátsó része az ráz. Jézusom, be sem megyek ide. Mit keres ez itt?
Valaki meg ott. Atesz vagyok, innen a Párgáról jelentkezem, megint Zsuzsu babával. Itt vagyunk a Párgán, a velencei erődnek a dombján. Ez egy ilyen kis nyúlványfélsziget, ami úgy minket Tihanyra emlékeztet formailag, de amúgy itt van a velencei erőd. Azt kell tudni, hogy a velenceiek oroszlán részt vállaltak abban, hogy a törökök ne hódítsanak még nagyobb tért itt erre a görög térségben. A velencei erődrendszer, amiben most járkálunk, igen veszélyes, eléggé csúszósak a kövek, és hát eléggé egyensúlyérzéket és erőnlétet igényel. Most is, hogy látjátok, Zsuzsu baba alig bír mozogni, pedig Zsuzsu baba egy életerős fitnő, és még ez az erődrendszer is kifog rajtunk. Itt aztán jócskán vannak romok, évszázadok során a törökök ezt a várat többször ostromolták. Ez igen. Ilyen gyerekek, ti nem láthattok a Balatonon, vagy máshol, csak itt a tengeren. Ez a nyílt tenger, ez a Jón tenger. Majd még folytatjuk. Megint a tesz. Isteni ez a finom görög kávé. Finom görög kávét még életemben nem ittam, másmilyen, mint az otthoni. Az íze az leírhatatlan. Tényleg gyertek el, azt kóstoljátok meg. Most megy a kamera? Bye.
Szia, kutyúj! Hát szia! Hát szia!